Feli TV idei 15. adását látják. A nyári szünet utáni első adással jelentkezünk. Számos esemény zajlott községünkben az elmúlt hónapokban, ezekről számolunk ma be önöknek. Elsőként az aratásról tudósítunk. Környékünkön jó volt a termés. Üzeli István gazda látta vendégül a Feli TV-t. Thank you.
Tarjáni nemzetiségi és ifjúsági tábor az egész nyáron teltházzal működött. Először egy nemzetközi táborról tudósítunk, ahol németországi, csehországi és magyarországi gyerekek vettek részt. Ich bin Susanne Narožná und wir kommen aus der Tschechischen Republik, aus Moravská Třebová. Wir sind hier für eine Woche gekommen und wir haben hier 16 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahre alt. Gefällt es Ihnen hier bei uns in Torian? Haben wir kennengelernt und mit vielen netten Leuten. Wie hat es Ihnen gefallen? Mir auch gefallen, da in Thailand. Wir haben Freunde kennen und auch die Kinder sind mit diesen Aufmerksamkeit, die Deutsch an der, also ich studiere die Hochschule und dort habe ich Deutsch gelernt. Und dann auch zu Hause mit meiner Oma. Dankeschön. Und waren Sie schon mal hier in Ungarn? Nein, ich war noch hier.
Gut. Und wie gefällt Ihnen Ungarn? Ja, ich meine, Ungarn ist ein schönes Land mit vielen Weinbergen. Ja, es ist hier sehr schön. Mir gefallen die, die Städte hier, die Sehenswürdigkeiten und die alte Geschichte. Wie haben Sie diese Gruppe kennengelernt? Also bei uns in Moskau-Zebra ist ein Begegnungszentrum und ich bin ein Mitglied, also diese Kinder tanzen und lernen Deutsch, also durch dieses Zentrum habe ich die Kinder kennengelernt. Ja, ich komme auch aus diesem Zentrum und mit diesen Kindern arbeite ich als Betreuerin auch in anderen Kinderlagern. Danke für die Interview und viel Spaß noch hier. Szeretnék köszönetet mondani Tarján község önkormányzatának és az iskola igazgatónőjének, valamint minden pedagógusának, hogy ezt az egy hetet itt tölthettük. Én személy szerint már másodjára nagyszerű táborban. Először 1997-ben táboroztunk itt, és akkor is, most is nagyszerű hetet hagyunk magunk után. Remekül érezte magát mind a 21 gyermek, mely 21 főből 9 lányjal és 12 fiúval érkeztünk. Én az előzetes programtervezetben leírtak, mind megvalósultak, igaz, nem minden időpont szerint, pontosabban úgy értem, hogy az időjárás közben szólása végett, egy-két program felcserélődött, de ez egyáltalán nem okozott gondot. Én személy szerint a tábort már korábbról is ismertem, a tábornak nagyon jó híre van, Gyöngyös Tarjánban. Szívesen jöttek a gyerekek, jöttek volna többen is, reméljük majd legközelebb egy fártővel még emelkedhet a csoport létszám, úgy, mint 97-ben, amikor 30-an voltunk, most összesen voltak hisz, megismertük újonnan Tarján községet, nevezetességeit, Tatát, Esztergomot, Visegrádot, sok érdekes látványosságot, tárgyi, muzeális emlékeket vészhettek eszükbe gyermekeink, és természetesen a szabad programok, a foci, az úszoda, az úszás, tehát a strandolás, az esti diszkó, a cseh és német gyerekekkel való ismerkedések, játékok, remélem, hogy hosszú időre szép emlékekké válnak bennünk. Újdonság volt, igen, hogy több nemzetiségi tábor volt ez most a Gyöngyös Tarjánnak, hogy érezték át ezt a gyerekek, sikerült a nyelvtudásukat gyarapítani. Természetesen sikerült a nyelvtudásukat gyarapítani, sőt nem csak a nyelvtudásukat, mert bár nem mindenki tud közülünk németül, főleg csehül, hisz angol és német nyelv oktatása folyik nálunk a mi intézményünkben, de a mimik
logikájuk, az empátiás képességük, az ismerkedési kedvük is fokozódott, tehát átérezték, hogy egyrészt egy községet képviselnek a gyerekeink, ráadásul az, hogy idegen gyermekekkel tulajdonképpen közösségben először voltak egy hétig együtt, személyiségük fejlődésében gondolom én akár kedves és szép nyomokat hagy, ez az egy hét. Először kérdezegek voltak, mondhatni egy páran kicsikét gyáván. A Gyöngyös Tarjáni ALK ezen hét csoportjának a műsorát. Von der Schule, sowie die fleißigen Helfer, aber auch in der Küche.
Wie das sagt, sie wohl. Man kann es hier nicht verstehen. War so Weißgemenge sehr gut und auch sehr zahlreich. Ja. Szintén a gyermektábor adott otthont a táncot kedvelő fiataloknak. Az ország 7 megyéjéből érkeztek a résztvevők. Az eseményről Frank György, a megyei német kisebbségi önkormányzat vezetője tájékoztatja önöket. Kormányzatok Szövetsége alelnöke és Kulturális Bizottságának elnöke.
tulajdonképpen itt Arjánban, egy nagyon ideális helyen, egy országos német nemzetiségi gyermektánctábort szerveztünk. Ezt a Komárom megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége vállalta fel. A országos, a Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsának képzési programjában szerepel ez a tábor, ennek a tábornak a kimenetele, és tulajdonképpen tavaly, a tavalyi évben lett először megrendezve. A tavalyi évhez képest ebben az évben igen nagy érdeklődés mutatkozott a tábor iránt. Tulajdonképpen többszörös túljelentkezés volt ebben az évben, és a tábornak a befogadó képességéhez mértük a létszámot. Ez erre az évre teljesen megtelt a tábor, és így tulajdonképpen az ország minden részéről 70 gyermek jött össze, és ez az országban 7 megyéből jöttek, érkeztek gyerekek. Nagyon jól érzik magukat. Ennek a megszervezését május hónapban kezdtük a kiértesítésekkel. Kiértesítettük az országba azokat a gyermekcsoportokat, amelyekről egy ilyen lista készült. A lista alapján, a gyermekcsoportok listája alapján értesítettük ki a csoportokat, és ennek alapján történt meg a jelentkezés. Ezt július 1-i határidővel szabtuk meg, és július 1-ére ezt a közel 80, a felnőttekkel, koreográfusokkal együtt közel 80 fős létszámot tudtuk biztosítani. Ezen kívül, mint említettem, még többszörös túljelentkezés is volt. Befejezéséhez közeledve elmondhatjuk, hogy a gyermekek nagyon jól érzik magukat itt a táborba. Igen fegyelmezetten fogadták a foglalkozásokat. Délelőtt és délután voltak a táncbetanítási foglalkozások általában. Két az országban a két legelismertebb koreográfus, Maninger Miklós és Ventől József vezette a foglalkozásokat. Ez mellett pedig egy 4 fős táborvezető ügyeletet a gyerekeknek. A tulajdonképpen a táborban, táborra, erre az 5 napra megszerveztük a programjukat. A táncbetanítás mellett, a délutáni foglalkozások mellett szerveztünk nekik szabad programokat, vetélkedőket. Volt egy énekbetanítási program, tulajdonképpen ez mellett pedig a vasárnap, a tábor második napján pedig délután egy kirándulást terveztünk itt a megyénkben, Komáromba. Thank you.
szerveztünk a délután folyamán, és ezen kívül kétszer a tábor nyitó napján és most a záró napján pedig egy zenés zenekar közreműködésével egy zenés táncházat szerveztünk a számukra. Tehát igen jól megtöltött program volt, és a fő cél a magyarországi német néptáncoknak a betanítása volt a gyermekek részéről. Igen ügyesen és nagyon jól fegyelmezetten vettek részt a foglalkozásokon. Igen, a tábornak a körülményei azok teljesen ideálisak, nagyon szép a tábor, nagyon jól érzik itt magukat a gyerekek. A tavalyi évben először jöttünk, és most is nagy igény van erre, és minden évben szeretnénk megrendezni. Én csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a tábor, a tábornak a feltételei, maga az elhelyezés, az ellátás és minden olyan feltétel adva van, adott, ami itt egy ilyen tábor megszervezéséhez kell. Tehát, és ez mutatkozik azon is, hogy a gyerekek is nagyon jól érzik magukat, és tulajdonképpen ideális helyen, nagyon jó körülmények között tudjuk ezt a tábort megszervezni. Köszönöm a beszélgetést, és remélem jövőre újból találkozunk itt Tarjánban. Köszönöm szépen. Thank you.
A gyermektábor lakói községünkben is szerepeltek. A Magyarországi Német Katolikusok Szövetsége által szervezett tábor lakói, dunabogdányi gyerekek a római katolikus templomban énekeltek. Thank you.
március 11-én az egész ország a napfogyatkozást figyelte. A falu TV kirándulást szervezett a Velencei tó partjára. Gyönyörködjenek önök is!
A Soly Mári hagyományőrző asszonykórus német nyelvű szentmisén vett részt a római katolikus templomban. A nagy mennyiségű eső hatására nagyon jó a gombatermés községünk határában. Pali bácsi a Vadász utcából, aki rendszeres erdőjáró, egy ilyen szép töfeteget mutat be önöknek. Thank you.
Dr. Hatos Rudolf és felesége Rózsika néni az elmúlt hét vasárnapján újították meg házassági fogadalmokat. A 40 éves évfordulóhoz mi is gratulálunk. Kérdezhetnénk ezen a mai hálaadó napon, amikor Dr. Hatos Rudolf és Rózsika néni sorsára 40. házasságkötési 40. évfordulóján ünneplik, hogy mi a tartós és boldog házasságnak a rendszer? Egyáltalán van-e erre rendszer? Hogy találhatunk? Valaki azt mondják erre, hogy lehetetlenség 44. Mégis lehet. Hol van az a rendszer, ahol megtalálhatunk? Némelyek azt mondják, hogy a házasság, a zsákmacska, a szerencse dolga, nincsen rendszer. Sok mindentől függ a házasság. A külső és a belső körülményekről. De mi keresztény emberek? Igenis, elmondhatjuk, hogy a házasságra, a jó házasságra van rendszer. Ez pedig a Szentírásban található. Bizonyára kedves Rudolf és Rozália, ti is nagyon sokszor olvastátok a Szentírásnak az üzenetét, Jézusnak az üzenetét. Bizonyára nagyon jól ismeritek, és valamennyien is remélhetőleg jól ismerjük. Szent Pál apostol szeretett imádták. És úgy gondolom, hogy itt található meg az a bizonyos rendszer. Pál apostol azt írja, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltéke. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem fogja fel. Minden elkül, minden elkül, minden elkül. A mai ünnep így 40 év elmúltán volt vetítve a hűség ünnepében. Annak idején 1959. augusztus 15-én az Esztergomi Bazilika Bakos tápolgárjában mondták ki a nagy utolsó. Kovács Tibor atya felzárta ezt a házasságkötést. Aztán 25 évvel később az Ezüstsapodalom 1984-ben volt ugyanott Bakor tápolnában, akkor viszont Juhász László esperes atya áldozta meg a tíz szeretetőséget. Most pedig 1999-et írunk, 40 évvel később, a nagy igen után eljöttetek, hogy hálát és köszönet, és megnyitjátok a külséget. Hálával és köszönettel tartozik ez a Bébánia közösség nektek, hiszen ti példát mutattatok arra, hogy is lehet hűséggel és szeretettel szolgálni egymást. Ezt is szeretnénk a mai napon megtudni. Most pedig vele együtt, vele kapcsolatban a házassági esküt. Jézusom, ebben a kegyelmi órában teljes szívemből megköszönöm neked hitves társamat, akit megköszönöm neked az ő testét, lelkét, megköszönöm neked az ő szavait, könnyeit, mosolyát. Megköszönöm érdemes összes áldozatát. Együtt eldöltöttünk, megköszönöm,
Köszönöm, hogy hibáim ellenére mindent köszönöm, megnyitom házasság ilyesmét. Hogy ő el nem hagyom, folytonítanak volt házra, kézilabda együttes augusztus közepén rendezte meg, immár második alkalommal a Tarján kupát, amelyre több a déltől zajló mérkőzéseket Gulyás Parti zárta. Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, kapcsolódjunk be a mérkőzésbe. Tarján-Bicske mérkőzés, utolsó mérkőzés ezen a szombat délután. Kedves nézőink, Szentner Zoli, Bakos Attila, Endre Szádán, Reiner Robi, kipattan a labda a kezéből, és nem volt benne a labda ezek szerint, marad a mérkőzés állása 7-5, már a második félidőben vagyunk, kedves nézőink. Tehát szombat délután került megrendezésre ez a mérkőzés. Ó, egy akrobatikus mozdulat, alája feküdt a bicskei játékos. Reiner Robinak szerencsére nem történt baja. Tehát sárga mezben láthatják Bicske csapatát, kék mezben pedig Tarján első csapata. Horváth Árpád a csapat edzője volt olyan kedves, és egy rövid összefoglalót írt erről a hagyományteremtő Tarján kupáról, ahogy még egyszer említettem, augusztus 21-én került ez megrendezésre, a zenei fesztivál előtt egy héttel. Hátul már láthatják, felállították a színpad fölé a sátrat. 8 csapat vett részt ezen a vetélkedésen, a következők voltak a tották őket. Tarján második csapata, Pest megyéből Sziget-Szent Miklós csapata, Fejér megyéből Bicske csapata. Róluk szeretném elmondani, hogy ők ebben az idényben meg is nyerték a megyei bajnokságot, és ők így már MB2-es csapat lett. Folyt István megadta a gólt, Bakos Attila szerezte. Bocsánat, Martinant. Újabb kemény belemenés, kezd keményedni a mérkőzés, tehát ott tartottam, hogy Bicske csapata. Komárom-Esztergom megyéből itt volt még lábatlan csapata és bokott csapata. Majd látni fogják Önök is az eredményhirdetést, de egy kicsit hadszaladjak elébe. Végül is Tarján első csapata lett az első, 11 ponttal. Sziget-Szent Miklós csapata a második, 10 ponttal. Bicske csapata lett az MB2-es csapat a harmadik 9 ponttal, nagyszerű eredmény a tarjáni fiataloktól, ők alkották Tarján 2-es csapatát, 4 ponttal a negyedik helyen végeztek, 5. lett lábatlan csapata 2 ponttal, és bokott csapata pedig nem szerzett pontot. Érdekes, Tarján első csapata, tehát ezen a mérkőzésen, amit most 3 lett a mérkőzés állása, tehát döntetlen. Fejér megye meg Pest megye csapatai között Sziget-Szent Miklós győzött 16-19-re. Folyt István egy újabb kiállítást. Mi lesz, mintha a MB2-be találkozik a két csapat egymással. És
Még egy érdekes eredmény, Tarján első csapata Sziget-Szent Miklós 14-13-ra verte. Nézzük, a Robi készülődik. Robi. Egyébként Reiner Robi a legjobb kapusa. Kezdi. A legjobb hazai játékos, tehát a legjobb tarjáni játékos pedig Szegedi László lett a Tarján 2 csapatának kapusa. Gratulálunk Lacinak! Ez a torna nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. A Kézilabda Egyesület, a Kézilabda nagyon sokat köszönhet a következő támogatók. Nándor, Ejpi József közésen, Szegedi János, Szentner Zoltán és nagy tapasztalattal rendelkező bíró Folyt István kezébe tartja ezt az igen kemény mérkőzést. Egy kicsit nézzük akkor a mérkőzést, majd utána tekintsék meg az ünnepies eredményhirdetést. Bakos Attila lefordul, Szentner Zoli és felé. Újabb két bíróterem rendet csinálni, és le is küldik a bicskai játékos, mind a ketten mutatják a két percet. Igen, izgalmas mérkőzés. Ami a kézilabdában benne van, sava, borsa, minden előfordult ezen az utolsó találkozón. Andrész Ádám megszerzik a labdát. Ezt nem tudta hárítani. Kezére ütöttünk a bicskai játékosnak, a betörő játékosnak, és 7 méteres ítélnek a játékos. Egy góllal vezettünk ekkor. Ó, de fejbe találták. Van sportszerű jelenet is ezen a mérkőzésen. Elnézést kér a bicskai játékos kapusunktól. Szabaddobás a javunkra, Weiler Jani belülvédekezés, meg is lőtt a levegőbe, Jani fogja is az oldalát. És az előbbi akció sejtett valamit, Jani nagyon jó a jobb oldalon. Gyönyörű szerelés. Zoli felnéz, látja, hogy Jani üresen van a jobb bal oldalon, és egy gyönyörű gól, tanítani való mozdulat. Rögtön egy nagyszerű védése mutatkozik be Jani. Bakos Attila, és ugyanaz, ami... És a játékvezető lefújja a mérkőzés, 3 lesz a mérkőzés végére. Sportákban is, akármilyen kemény is volt a mérkőzés, a végén kezet fognak a fiúk, és továbbra is jó barátok maradnak. És akkor kérem tészt. Elkérném Palati Indét, az Egyesület elnökünket, hogy az eredmény hirdetést tartsanak. Kedves vendégeim, kedves sportársak, szeretettel köszöntöm. A torna eredmény hirdetésén. Ebből a tornából hagyományt szeretnék teremteni. Minden év augusztusában szeretnénk egy ilyen kézilabda tornát tartani. Felkészülésének egy állomásra lenne. Küzdelmes mérkőzéseket láthatunk. Az eredmény hirdetés után szeretném meghívni a játékosokat, történni, valamint egy a
torna legjobb játékosa Ádám László. Hatodik helyezést ért el Bokos. Ötödik helyezést ért el Lábatlan csapata. Negyedik helyezést ért el Tarján 2 csapata. Harmadik helyezést ért el Bicske csapata. Második helyezést ért el Sziget-Szent Miklós csapata. Első helyezést ért el Tarján 1 csapata. Jövőre remélem újra találkozunk. Augusztus 19-én kezdetét vette a 8. egész évben zajlott. A vállalkozók és magánszemélyek ismét számos felajánlással támogatták a rendezvényt. Ez az ünnepség sorozat Szent a Római Katolikus templom előtt került sor. Thank you.
új kenyeret, majd azt követően fölkérem kenyeret. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István király által könyörögjünk, Istenünk, te Szent István király által hazát és földet adtál a magyar népnek. Közbenjárására áld meg a magyar föld termését és a magyar ember munkájának gyümölcsét, az új kenyeret, hogy testének és lelkének táplálója legyen. Áld meg magyar népünket, hogy Szent István példájára szolidáris szeretettel ossza meg a kenyeret, hogy elegendő étel jusson minden magyar földön lakó család asztalára. Áld meg mindnyájunkat, hogy mindig megbecsüljük azt, amit a te bőkezűségedből kaptunk az idei aratás nyomán is, aki élt és uralkodott mindörökkön örökké. Amen. Mennyi atyánk, téged áldunk minden jó téteményedben, téged áldunk az új kenyérben. Áldásunk szálljon ránk, áld meg bennünket, és az új kenyerünket. Amen. Én pedig örömmel tetek eleget atya feltérésének. Megszegem a megáldott kenyeret, és egybe köszönetet mondok azon mestereknek, akik évről évre ezt a szép kenyeret részünkre megsütik. Kérem, fogyasszák majd egészséggel.
zenekarnak. Megköszönöm valamennyitnek, hogy eljöttek erre a szentmisére. Megköszönöm a vendégeknek, hogy megtiszteltek jelenlétünkkel. Sok ünnep vár még ránk az elkövetkezendő napokban. Ez úton a falu vezetősége nevében szeretettel hívom és várom a testvéreket a délután 3 órakor kezdődő felvonulásra, a zenei fesztiválra való felvonulásra. Jöjjünk, ünnepeljünk együtt. Kívánok a további napokra tartalmas szórakozást a testvéreknek. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ér, menjetek békében. Istennek legyen hála. Következzék a himnusz. Elérkeztünk műsorunk utolsó részéhez, amelyben már a zenéje főszerep. Csütörtök este a Fesztiválpark a fiataloké volt.
kérjük kedves nézőink figyelmét, hogy aki nyári élményét, melyet videón megörökített, szeretné velünk és a Falu TV nézőivel megosztani, azt szívesen látjuk. Kedves nézőink, Önök a Falu TV adását látták, a műsort készítette Press József és Bakosné Helyman Katalin. Megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Get up, get up.